Sziasztok! Boldog március 15-én, boldog forradalmat! A két farkú kutyapárt évek óta interneten ünnepli a március 15-én. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy ennyire korán délelőtt nem szoktak forradalmak kezdődni, tehát a történelmi hitelesség szempontjából ez egy kicsit problémás, de azért üdvözlöm azokat, akik most is tartva a kutyapártos tradíciót online ünneplik ezt a szép napot. Mi most azért jöttünk ki, mert a kutyapártnak fontos az együttműködés, mi az egységben hiszünk, nem pedig a széttartásban, és kitaláltunk egy olyan reformprogramot, ami a nemzeti képes nemzetek felettivé tenni. Szeretnénk, hogyha Európa összes országában bevezetni az összes európai ország nemzeti ünnepét, ezzel is az egységet növelve, és a március 15-ét is szeretnénk, ha mindenhol megünnepelnénk, többek között Ausztriában is majd. Mint látjuk, Lengyelországban már terjed a március 15-e megünneplése, és akkor most megkérdezném itt a Nemzeti Együttműködés rendszerének népét, hogy mit szól ehhez a tervünkhöz, támogatni tudna egy ilyen csodálatos ötletet. Ön például azt mondja, hogy örülne annak, hogy a március 15-ét más európai országok is megünnepelnék velünk? Nem vannak, persze. Miért? Egy Ausztriában például szintén elég fontos lenne. Köszönöm. Önnek is tetszik ez az ötlet, hogy a március 15-ét más európai országokban is kötelezően megünnepelnék? Kötelező nem lehet. Uh-huh. Hát de hogyha mondjuk mi is átveszünk más ünnepeket, és akkor így cserébe. Rendben, köszönöm szépen, a kutyapárt ezzel próbálkozik majd az unióban is. Köszönjük, hogy támogatja. Itt vannak még mások is, pont egy kokárra felhelyezés. Üdvözlöm őket, örülnének annak, hogy a március 15-ét más országokban is kötelezően megünnepelnénk? Igen, de nagyobb egység lenne esetleg az európai országok között. Mi is átvennénk néhány ünnepet, több munkaszüneti napot is jelentene. És mondjuk egy osztrák megemlékezés névóta. Nem fontos annyira? Hát a kutyapendő megpróbálkozik vele egy Európát, aztán által ezzel is töredíti a hírünket. Örülnék tényleg, hogyha március 15-ét más országokban is bevezetnék? Például Franciaországba, Belgiumba. Hát ez is a magyarság hírnevén. Jó, hát mondjuk legyen ünnepben. Legyen Európai Gyászünnep június 4. Június 1-e? Aja, június 4-e. Persze, történész vagyok. Oké, hát majd ezen is gondolkozok. A kutyapárt ezzel próbálkozik az uniós programban. Sok sikertelenséget kívánunk hozzá. Az összes nemzeti ünnepünket máshol is. Sok sikertelenséget. Ó, köszönjük szépen, megpróbálkozunk vele. Oda megszólalja annak, hogy a március 15-én más európai országok is megtartanák ünnepként, meg a többi magyar nemzeti ünnepet is. Mit szólna ehhez? Én a Szuzi vagyok, a kutyapárt az ügyes választása. Gondoltuk, hogy ez egy olyan program, ami hát, ha így a... Nincs, csak azt mondjuk, hogy ez egy olyan cél, ami mindenkit össze tud fogni az országban. Hiszen ünnepelni mindenki szeret, a magyarság hihetetlenül, nem árt öregíteni. Nem? Arról kérdeztem, hogy a március 15-én, ha bevezetnénk más országokban is, Európában, annak, hát a magyar nemzeti ünnepek megünneplését, és esetleg mi is lennénk, hát más nemzeti ünnepeket cserébe. Mit szólna ehhez? Elképzelhető ez? Hogy néz neki mondjuk egy osztrák vagy egy belga a megemlékezés ezen a napon? A másik osztályok ünnepelik a második 15-ét erre. Hát mi szeretnénk, meg a többi magyar nemzeti ünnepet is. Hát ellenük volt a forradalom, könnyedén. Hát ez már rég volt. Legalább megbánás tudnál. Ünnepelhetünk Trianont is. Ugyanígy. Akár itt volt is egy ilyen felvetés az előbb. Igen. Ne
Tehát nem március 15-ét kezessük be más európai országokban, hanem egy ilyen Trianon gyásznapot, ez egy elhányzat. Van egy kis vita, akkor a... Miért nem ünnepelnék már? Nem, nem, most arról van szó, hogy más európai országokban is bevezetnék. Hát ilyen kötelező, a magyar olaszoknál... A Magnak a székháza az Olaszország legmagasabb építménye. Annak a tornya ma este fél héttől értelik, nem tudom, hogy lesz kivetítve. Igen, a Kutyapártnak az Európai Uniós programjában szerepel ez, hogy az összes nemzeti ünnepünket máshol is, és akkor ez az olasz mai alkalom az első ilyen fél siker lehet ebben. Hát, de, és próbáljuk ki. Nagyon gáz, ne haragudjatok. Ne haragudjatok, parami gáz. Nagyon gáz. Mi a probléma? Ez a baj, hogy nem tudjátok, hogy mi a probléma. Hát én, de most elmondhatnál. Hát mi próbálunk itt odafigyelni, hogy nem az ellenségeskedés legyen csak, és nem segít. De mondjuk, hogy ez vállalhatatlan, hogy mit csinálunk. De például mondjon, és akkor azt nem csináljuk többé. Nincs példa. Nem tudunk most sem tanulni. Nagyon jó. Mit szólnának ahhoz, hogy a március 15-ét más európai országokban is megünnepelnék, kötelezővé tennék, és más nemzeti ünnepekkel együtt? Hát igen, ilyen munkaszüneti nap rendes megemlékezéseként. Mi is lehetnénk nemzeti ünnepeket más országoktól. Kicsit így a nemzeti egység, vagy a magyarság hiatt nevén. De nem lehet mondjuk egy osztrák megemlékezést, vagy egy bűnbánó megemlékezést elképzelni. Lehet mindenkinek személy. Sőt, most is. De azt mondta most az úr, hogy Olaszországban már ma is valahol este a mai forradalmukra. Nekem a magyarok mindenkinek. Hát mindenütt vannak magyarok. Hát a Kutyapárt ezzel próbálkozik majd az szintű erre menjünk. Köszönöm szépen, jó ünnepést! Kérem, hogy Európa összes országában bevezetni, hogy már 15-e megünneplésére. És mi sem mindenki a két farkú Kutyapárt uniós programjához gyűjtött tanácsukat. Gondoltuk, hogy ez egy olyan cél, ami hát mindenkinek szimpatikus az országban. Köszönöm. Nagyon szép lehetne egy ilyen nagy közös európai ünnepünk van. Még hát a lányra ez már tényleg bevezették, ez egy új infant az olaszoknál is lesz ilyen. Más európai országokba is bevezetnénk, kötelezően ünnepelnénk a szüneti nappal együtt. Cserébe volt például bevezetnénk a Siesta-nál, vagy hasonló jó példákat. Az uniós kampányra készülünk, és ezért érdekünk. Miért kevés Siesta-n bevezetni? Jó tesz az, hogy a természetessége, éppen mint egy nemzeti ember. De ugye a Béd után ugyanolyan aktív általában az emberek. Hát nem biztos, nem lehet, hogy ez egy jó kezdeményezés a déli országoktól, ez a Siesta intézménye. Minden nap egy kicsit. Szerintem mutassák. Mutassák. És akkor ezt, hogy a annak március... Annak ellenére, hogy én Siesta. Na tessék! Bevezetni. De nagyon sok munkája nem tolerálja a Siestázást, az az igazság. Még ma sem. Nézzük, ha volna egy ilyen természetessége van, azokban az országokban időjárás, amit... Hát jó, de most a globális felmelegedés miatt ezek átvetődnek kicsit éjszakabbra. Hogy Lausia, Ázsia, Snodri. Majd, ha itt természetes lesz. Jó, és a március 14-et és a magyar nemzeti ünnepek, hogy máshol is megemlékezzenek erről. A március 15-ről az emlékezik meg, akinek a szívébe van március 15-ben. Azt senkinek ne írják. Hát a március 15 államalapítás, október 23, tehát van egy pár ilyen ünnepünk, amiről alig tud Európa, amit megvan szerintem.
műszer, ha érdeklődik, akkor fogja. Igen, tehát az ő követelik esetleg, hogy lehessen náluk, attól ne zárkózzunk el. Hát, na hát, hogy sikerrel járunk, és kicsit több volt a sérülnap is lesz. Még egyszer mondom, aki magyarnak ízi, akkor a magyar ünnepeket ünnepelje. Elfogadható álláspont, köszönjük szépen. Jó forradalmat! És hát 2 fokára hány a hangulat. Megyünk beljebb. Próbálok. További kellemes ünneplést otthon. Sziasztok! Polskich przyjaciół, którzy tutaj są z nami.